Üdvözlöm Önöket! Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. A mai témánk egészséges élelmiszer, táplálkozás. Maradjanak velünk! A stúdióban a vendégem dr. Márai Géza professzor úr. Köszönöm professzor úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az alaptémánk ugye egészséges élelmiszer. Hol kéne ezt kezdeni egyáltalán, hogy ez az élelmiszer egészséges legyen? Hát ha összefoglalóan a véleményemet el szeretném mondani, akkor azt mondom, hogy nagyon rosszul állunk ezen a téren. Mindenféle statisztika az egész agrártermeléstől egészen az orvos statisztikáig egyetért abban, hogy bizony a betegségek kétharmada valamilyen módon a táplálkozással, a táplálkozás minőségével, az életmóddal összefüggésben van. Na most, ha ez így van, már pedig egyre magunk családi, vagy baráti, vagy munkahelyi körét is látjuk, hogy ez így van, akkor az a hihetetlenül rossz egészségügyi statisztika, az a rossz életmód modellek, illetve megvalósult gyakorlat, amit látunk Magyarországon, akár vidéken, akár városban, ez bizony az összefüggést nagyon is alátámasztja, és ilyen értelemben rengeteg tennivalónk van. Már az nagy dolog lenne, ha romlást meg tudnánk állítani. Most ilyen tekintetben új tényezők jönnek az egészségesebb, én inkább úgy mondanám, hogy egészségesebb élelmiszer fogyasztás, illetve azt megalapozó termelés, forgalmazás ügyében, mert hát hihetetlen bonyolult és nagyon sokféle ága-boga van ennek a dolognak. Amit én magam kutattam, illetve még jelenleg is vizsgálom, az összefüggést próbál találni a környezet változása, környezetnek sajnos általában leromlása, a táplálék minősége és az egészségi állapot között. Ez egy olyan új összefüggésrendszer, amely néhány olyan területet feltár, amelyre eddig nem nagyon figyeltünk. Hát mire figyeltünk eddig, amit most se szabad elfelejteni? Az, hogy az élelmiszer termelés az alapanyagokat is beleértve egy iparszerű mezőgazdaságra, és annak egy teljesen iparosodott, óriási tömegtermelése alapozott élelmiszer feldolgozására alapul. Ez a tömegtermelés, ez valamikor a két világháború között az Amerikai Egyesült Államokból indult el, második világháborúba, Európába is átjött, és megdöbbentő, hiszen én is akkor voltam ifjú agrármérnök Békés megyébe, ugyanazok a szimptomák zajlottak le Kelet- és Közép-Európa, úgynevezett szocialista államainak agráriumába, élelmiszertermelés, mint ami Nyugat-Európába lezajlott, azzal az apró különbséggel, hogy akkor nagyon az volt a fontos, hogy mennyiség kell, mert éhezik a háború után mindenki. Na most ez a kérdéskör sajnos tovább romlott, hiszen ezt, és a nagy baj az, hogy felfedezte egy hatalmas pénzügyi befektetői kör. Tehát még 50-100 évvel ezelőtt az élelmiszer, az a nagymamák, a vidék, a sajátos helyi termelés, a helyi pékség, a mészárosok, a családi hagyományokon alapult, innentől ez egy hatalmas pénzügyi befektetői csoport tette rá a kezét, hiszen nagy üzletet látott benne, akinek a kezébe az élelmiszer, az a világot is részbe uralja. Ezért aztán az iparszerű tömegtermelés, annak fajta és minden, most nem térünk ki a részleteire, technológiája, a műtrágyázás, a vegyszeres növényvédelme, ez sajnos már megadta az alapot, egy gyenge minőségű, se íze, se szaga, de teli vegyszermaradékkal, teli szintetikummal, mindennel, ilyen alapanyagok jöttek létre. Az élelmiszeripar még erre sajnos tovább rontotta a helyzetet, lebontotta alapanyagaira, aztán újra összerakja, de hát mivel így nem lehet eladni, előjött a harmadik hatalmas ágazat, az adalékanyagipar.
aki valamilyen íz és illatot ad az egész eddig elrontott alapanyagnak. Itt egy pillanat rájunk meg. Én azt írtam fel magamnak, hogy ugye most arról beszél, hogy ez nem igazán jó, amit most termelünk. 100 évvel ezelőtt, ha visszaugrunk, és lehet ezt így hasonlítani, vagy egyáltalán elemezni, mit tudtak másképp azok az emberek, akik a mezőgazdaságban éltek, és ugye zöldséggyümölcsöt, nem tudom, állattenyésztésben. Tudom azt, hogy 50-60 tyúk kint rohangál, aztán tojik, akkor van friss tojás, ha kakas is van, akkor esetleg ráüt a kotló, és akkor kikeltette, nem kellett ilyen műkeltető, meg ilyesmi. Hol rontottuk el? Mennyivel volt jobb, az értékesebb az az alapanyag, amit termeltek, mint a mostani? Hát ugye a értékeknek szerencsére már nagyon komoly statisztikai háttere is van, tehát itt a környezet változásában, az akkori jó viszonyokban úgy is mérhetjük, hogy mennyi volt a talaj humusz tartalma, a szerves anyag tartalma. Ugye a környezetbe, ha élelmiszer termelésre beszélünk, a talaj az egyik legfontosabb. Természetesen a vizet, ehhez kapcsolódó úgynevezett biodiverzitást, tehát gondoljuk csak el, akkor egy vetésforgóba a pillangósok részaránya, a talaj élet visszaállítása, az egy óriási természetes módszer volt, tehát nem kellett tanítani, hanem apáról fiúra szállva, ez megoldható volt. Ma pedig, ha körülmegyünk az országba, akkor 3 növényt látunk tömegesen termelni szántóföldön. Gabonafélét, repcét és napraforgót. Na most gondoljuk el, hogy elszegényedett a biológiai sokféleség. A gabonafélék között. Ja, a gabonafélék között. Mindenféle gabona, de sajnos ott is egy oldalú búza, kukorica. Eltűnik az árpa, eltűnik a zab, ami nélkül bizonyos állatok tartása lehetetlen, emberek alaptáplálékában nagyon hiányzik. Na tehát volt egy olyan tudás, amely a környezethez, a talaj adottságaihoz, a természetes táplálkozáshoz kapcsolódott. Ezért hangsúlyoztam, hogy amikor a két ápoló között USA-ba a pénztőke rátette a kezét erre az ágazatra, és elkezdtek ugye kialakulni a kukoricaövezetek, a szójaövezetek, és a hatalmas iparszerű termelő vállalkozások, onnantól kezdve ezek szinte varázsütésre eltűntek Amerikába is, és aztán ábor után Európába is ezek. Volt, ahol sikerült Olaszország egyrészt részein, Franciaország egyrészt részein, még megmaradt, a spanyoloknál is vannak, ahol megmaradt, de hát ott is a végét járja. Talaj érték leromlásában Magyarország még mindig egy kicsit jobb állapotokat mutat, mint a nyugat-európai partnerek. Egészen jó képet mutat mondjuk egy ukrajnai terület, csak éppen Ukrajnában nem tudunk semmi komolyat, már komoly beavatkozást tenni. Ilyen értelemben tehát a nagy változás, a nagy elrontás ebbe az iparszerű tömegtermelésbe leledzik, és aztán aznak a következménye, amit abba hagytam, az adalékipar kinőtt. Hát az teljesen abban ringatja a fogyasztót is, hogy semmi baj, ennek úgy is van új illata, új színe. Ennyi százalék megengedett. Igen, itt jönnek aztán az őrültségek, mert ez csak a úgynevezett határérték fetisizmus, csak egy bizonyos termék, egy bizonyos hatóanyagra van az, hogy igen, ez a határérték alatt lévő, akkor még nem okozhat nagy baj, de ha 10 van az én májamban, vagy az unokámnak a szervezetében, a senki nem vizsgálta, hogy milyen kereszteffektusok, milyen kölcsönhatások, milyen agyúváns és egyéb hatások jönnek elő. Na csak befejezem a gondolatot, tehát szörnyű adalékipar van, ami egy hihetetlen nagy bajt csinál. Én innen nevezem azt, hogy amíg élelemnek, tápláléknak hívtuk ezt, főleg a háború előtt, most már élelmiszernek. Tehát mikortól élelmiszernek hívjuk, már tudjuk, hogy vége van. Na de ehhez az hatalmas tömegű, mesterségesen előállított élelmiszernek először is kellett egy szállító és egy értékesítő hálózat,
ugyanaz a pénzügyi tőke létrehozta hatalmas ABC áruházak, láncák, bevásárlóközpontokat, reklámmal, óriási befektetéssel, és ehhez aztán fölzárkozott mindig a jelenlévő kivételek, az ezt kiszolgáló média. Hiszen ennek az eladása az, hogy egy bizonyos szénsavas üdítőt iszol, akkor feelinged van, akkor a boldogság érzet és kivirágoznak a fák. Szóval ezt úgy meg lehet bolondítani a gyermekeinket, meg lehet bolondítani a fogyasztót, ez aztán bezárul a kör. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly, sorozatosan elrontott, de óriási pénzügyi befektetés miatt szinte egy kézbe összpontosult helyzet van. Na most, ezt én mint jelenséget jeleztem és foglaltam össze. De amit én vizsgáltam, az abba a bizonyos összefüggésrendszerbe, hogy a környezetnek mi a közvetlenül az élelmiszer minőségre gyakorolt hatása, mi a megváltozott az élelmiszerbe, amit mérni is tudunk, és mi az, ami az egészségügybe megjelenik. Na most ez a terület, amit én különösen fontosnak tartottam, hogy kiürültek a talajok. Tehát tápanyag szolgáltató képességük, a növények ilyen értelmű tápanyaggal való ellátása, magyarul a termékenység, az egy jól mérhető 80-100 év óta romló állapot. A humusztartalom visszaesett egy harmadára a talajoknak. A talajok kálcium tartalma, hiszen itt a kationok, a kálcium, a magnézium, bizonyos mikroelemek, a vas, a mangán ürült ki a termőtalajból. Egy nagyon bonyolult összefüggés, most nem megyünk bele. A vegyszerek hatására lehet ezt mondani? Részben a vegyszerek, itt főleg a anionok, tehát a foszfor, igen, a nitrogén, uh-huh, ezek ugye nagyon keményen, de benne volt a főleg a második világháború után elindult hatalmas iparosodása, amiatt a savas esők, amely hozzánk nyugatról, nyugati és észak-nyugati szelekkel jön, a Ruhrvidékről, Sziléziából, Csemedencéből, ezekről a területekről, ezek bizony kénes sav, nitrogénbe dús sajnos. Tehát ez is rontja a talajt. Ez is rontja a talajt, ezt nevezzük egy nagyon komplex folyamatba, tehát a műtrágya, a savasan ható vegyszerek, a savas esők, a kommunális szennyvizek jó része, hiszen abban a háztartási minden mosószer van. Benne van, minden. Aminek 90% a foszfor, tehát megint csak savanyítja a környezetet. Uh-huh. 70-es, 80-as években a Velencei tó, de főleg a Balaton azt lehet mondani, algásodását, ez idézte elsősorban elő. Nem volt még meg a övárok, nem volt még, teli volt hígtrágyás sertéstelepekkel a Balaton környéke, és az mind nyomta bele a foszfort és a nitrogént. Úgyhogy amikor ezt meg lehetett szüntetni valahogy, akkor lehetett megmentettnek tekinteni a Balatont is. Na most ez előidézett egy úgynevezett elsavanyosodási effektust, ez a magyar talajok kétharmadát érinti. A teljes Észak-Magyarországot, Észak-Alföldöt, kivéve ugye a Szikes Hortobágyot és Bugacpusztát, egész Békés megyéig, szerencsére Békés megye és Csongrád megye egy része is a Duna-Tisza közben nem érintett, mezőség sem, de aztán a teljes Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl megint csak keményen elsavanyosodott. És ez azt jelenti, hogy a savasság hatására, ez Stefanovics professzor szerint egy másfél pH értékkel csökkent a 30-40 év alatt a magyar talajok jellemző pH értéke. Ez kioldódja, ugyan a só formában vannak az ásványanyagok a talajokba, ezek jobban oldatba kerülnek és kimosódnak a csapadék, a vízmozgás hatására, és így elszegényedik a termőtalaj. Kálciumba, magnéziumba és egy csomó mikroelembe. Ezt én tapasztalva összefüggésbe hoztam, hogy akkor megnézem az élelmiszereket, hát megdöbbentő, hogy az élelmiszerek ugyanezen az időszak alatt szintén elveszítették ezeket a nagyon fontos kationokat. A zöldségek, gyümölcsök egyharmadra, egynegyedére csökkent le a kálcium. Például vasat, ha nézzük, ugye a burgonya az egyik legnagyobb fogyasztott napi élelmiszerünk. 42-ből van hivatalos országos adatom,
110 mg vas volt 1 kg burgonyába, most pedig van tavaly 5 mg. 5. A 110-ről fokozatosan. Igaz az, hogy én valahol olvastam, hogy Amerikában a skorbutot krumplival, hogy C-vitamin is van benne? Van benne. Vagy az is minimális már? Az is egyre igen, mert a ásványanyag, hogy elvész, a növény ugye maga termeli a vitaminokat, de ha nem érzi jól a magát, nem tudja megfelelően az ásványanyag a hiány miatt a vitaminokat termelni, bizony vitamin hiányok is kialakulnak. B-vitamin hiány, egyértelmű folsavtól kezdve nagyon sokféle. És ez meglepő, hogy nem csak a Kárpát-medence, még egy kicsit mondom jobb a helyzet, hanem Nyugat-Európa, főleg az észak-európai területek, a német, francia, észak-európa, a dán és a holland területek hihetetlen tönkretett talajok és ásványanyagokba kiürült, és a növényekbe pedig nagyon gyenge mikro- és ásványanyag van. Na most ennek aztán megpróbáltam a harmadik dimenzióját, hogy akkor találok-e olyan egészségügyileg megváltozott állapotot, amit igazol az egészségügy, hiszen én abban nem vagyok szakértő, csak átveszem az adatokat. Na most egyértelmű például nem csak krónikus betegségeknek egy bizonyos formája, hanem egyik legsúlyosabb a néma halál, a csontritkulás. Az bizony ezzel függ össze. És az oszteoporózis centrumoktól kértem be adatokat, és összehasonlítottam, és úgy raktam a Magyarország térképébe, hogy ahol elsavanyosodott terület van, ott kétszer annyi a megjelent betegeknél a primér és szekunder csontritkulásos esetek száma, mint például Dunatisza közén nem. Mindegy, hogy férfi, nő? Mindegy, hogy férfi, nők mindig egy kicsit ebben. Minden másban a férfiak a nagy hiányok, de itt a nők. Itt a nők, igen. Itt a nők. Úgyhogy aztán megdöbbenve láttam, és megint csak a orvostatisztikából, hogy még a 60-as, 70-es években, amikor nem voltunk azért olyan nagyon jó minőségi táplálkozásban, de egy évben olyan 100-120 ezer csontritkulásos beteget diagnosztizáltak, tavaly 1.200.000-et. Meg tízszereződött a csontritkulás, aminek nem az orvosi tudomány, nem a rossz diagnózis és a rossz kezelés, hanem az élelmiszertervelés, a környezet tönkretétel. Tehát egy olyan betegségforma, és aztán az ember mindig találkozik ugye gazdákkal, élelmiszertermelőkkel, diákokkal, végignézzük mindig a kérésemre a családokat, tömegével van, fáj a háta, furcsa törések vannak, nincs olyan család, ahol ennek a tüneteit, az ízületi fájdalmaktól kezdve a csontritkulás. És bizony, még ez az öregeké volt valamikor ez a betegség, aztán már 20-30 éve a középkorúak, a Budai Gyermekkórház adatai szerint, amely egy csodálatos 3 éves vizsgálatot csinált, 10-14 éves gyermekekkel, Budai Gyermekkórház, tehát ott fönt a elegáns lakókérben, 2500 fiú lányt, iskolás lányt vizsgáltak 3 évig, és már ott kimutatott, kevés a kálciumbevitel, egy harmada az igénynek. A lányoknál már, a kislányoknál, 10-14 éves lányoknál már kimutatható a csontritkulás első jele. Sajnos rossz táplálkozási szokások vannak, hiszen az orvosok megpróbálták önkéntes táplálékfelvétel tesztet csinálni. Két nagy asztalon, az egyikon a jó kálcium és magnézium tartalmú tejtermékek, sajtok, kefírek, dió, mák és egyéb termékek voltak, a másikon pedig a kólák, a chipsek és ehhez kapcsolódó összes divatos termék. Hát hol tolongtak a gyerekek? Chipseknél. A chipseknél. Na professzor úr. Nem csoda, hogy akkor, és nem mozognak ezek a gyerekek, és sok egyéb baj van, tehát itt interdisziplinálisan, és befejezem a gondolatot, kell gondolkozni. Az orvosi szakma például a csontritkulást nemhogy megállítani nem tudja, nem hanem tudom. A tízszeresről valahogy vissza kéne térni a legalább a középső állapotra. Igen. Meg lehet-e változtatni ezt az elsavasodást a földben, ugye, hogy a táplálékban legyen ott a kálcium. A természetes régen, ugye megint ugorjunk 100 évet, ugye én még gyerekkoromban emlékszek arra, hogy a trágyát kihorták a földre, szétdobálták,
azt hagyták, és akkor tavasszal beszántották. Lehet ez segítség esetleg számunkra, vagy nem? Lehet, csak egy kicsit másképp. Az agrárium bukik ki belőlem. Ha a trágyát kiszorjuk, azt azonnal le kell szántani. Tehát nem várhatunk vele, mert akkor már elillan belőle a tápanyagok egy jó része, meg tönkre megy. Persze. Két háború között 4 évenként visszatérő volt az országosan a istál, az érett, ez is fontos nagyon, hogy nem hígtrágya, nem valami szörnyűség. Tehát állott érett, pár évig, vagy nem tudom meddig. Úgynevezett komposztálódott. A komposztálódás az egy csodálatos feltárás, hőhatás, stb. Ma pedig 1%-ot nem ér el. Olyan mértékűen kiürült szerves anyagba, humuszba a talaj, hogy lassan ma már elindul a terméketlen sivatagosodás. Egyébként is most akkor egy újabb fejezetet kéne nyitni, az éghajlatváltozás, a klímaváltozás okozta és plusz ehhez hozzájárul. Tehát, de a fő kérdés az, hogy meg lehet állítani, meg lehetne természetesen. Régi paraszti hagyomány volt. Én magam, mint agrármérnök először ez volt a feladatom, hogy egy irányvonat mészkőport vittem ki a gazdaságba, mert meszesztek a gazdák. Meszesztek még a TS-ek is abban az időszakban. Hát kácium. Kácium. Ma már nincs ilyen. Akkor olyan természetes volt, hogy cukorgyárak működnek, kitűnő cukorépa, az maga a vetésforgóna, ugye, mert állat volt, akkor pillangós termeltünk, borsót, lucernát, ezek mind növelték a talaj életet, nitrogént gyűjtöttek, kitűnő volt a talaj a szerves trágyával együtt, és a vetésforgóval, de ugye a növények ilyenek egymás segítették. De bevitte a cukorrépát, és két dolgot visszakapott, a nyersépa szeletet a marháknak, és a cukorgyári mésziszapot, ami ragyogó kalcium visszapótló. Tehát az kiszórta a talajra, már is megint egy csomó mikroelemet, kalciumot, magnéziumot vitt be, és szerves anyagot. Ma már ugye nincs cukorgyár, nem akarom végigmondani, professzor, vagy mi van. Professzor, elfogyott az időnk. Én még hallgatlan sokáig, mert zene füleimnek, hogy egy ember meg akarja változtatni a táplálékunkat, amit eszünk, mert hogy itt az ideje szerintem, most. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen, máskor is. Kedves nézőink, Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. Egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a kollégáim nevében is. Viszontlátásra!